Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Madárfütyös, szép reggelt kívánok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, ahol nem mással fogunk játszani. Mint az Alchemy Garden nevezetű indie alfa verziójú elképesztően érdekes kis játékról. Kb. Egy ilyen, egy ilyen shopkeeper per valamilyen kraftolós játék keverékét kell igazából elképzelni. A játék alapkoncepciója az, hogy van nekünk itt hátra egy kis kertünk, ebben a kertünkben tudunk nevelni különböző növényeket, amiket szépen locsolgatunk, meg nevelgetünk, és amikor leszedjük, akkor vannak itt ilyen különböző berendezéseink, például egy alkimi asztalunk, ezzel szépen legyártjuk azokat a termékeket, amiket el tudunk adni. Egyelőre még csak nagyon alap dolgok vannak, és csak növényeket értékesítünk. És egyetlen egy kis bódénk van, Isten igazából, amivel ezt értékesítjük itt a falubelieknek, de ezt folyamatosan lehet fejleszteni. Rengeteg, vagy van néhány ház igazából, amit meg lehet vásárolni, különleges helyszín a játékban. Azt kell tudni, hogy körülbelül van 100 millió féle növény, ennek a 100 millió, várjatok egy pillanat, ezt mindig bimbó vagyok. Szerintem itt egy kicsit jobb helyen lenne. Van egy kis városka, a kis városka szélén van ami kis házikónk, itt a patak mellett közvetlen, és itt próbáljuk nevelgetni a növényeinket. Közben a városból jönnek nekünk, jönnek a kis barátságos vásárlók, és van akinek gyorsság ital kell, van akinek más, most neki éppen egyébként ez a tulipán kellett volna, csak túl drágán áruljuk, amit nem is értek, mert na jó, legyen 45 ér. 45 aranyér, megpróbáljuk majd eladni. Ezt 50 ér. És jönnek szépen a vásárlók, veszik meg a cuccokat. Hogyha eleget összevásároltak, akkor szépen mi lemehetünk itt a kis árnyas sétányon be a városba, ahol van egy értékesítő kolléga, aki hát nem virágokat, hanem különböző felszereléseket és magokat értékesít. Lehet látni, hogy vannak különböző kerítések, meg balta, meg csákány. Például most nekünk azt hiszem kell vennem egy csákányt, mert szerintem az eltört. És kellene vennem igazából egy dobozt is, ahol tárolom a cuccokat, mert sokszor már nem férek el. Viszont lehetett hallani a hangról, mert mindig jelzi, hogyha jön egy vásárló és érdekli az éppen aktuális portéka, hogy most jött egy vásárló és valakit érdekel az éppen aktuális portéka, úgyhogy ezt szépen el is adjuk neki. A másikat, ez a Cardia Plant érdekelt volna. Hát volt jelen pillanatban a dobozom, de dobozomban, de kirakva nem volt, úgyhogy ezt nem vásárolta meg. Ez a játék legeslegeleje gyakorlatilag. A játék tényleg egy alfa verziójú játék. Viszont én látok benne potenciált, megmondom őszintén. Sőt, Stardew Valley-vel ugye nagyon-nagyon sokat játszottam. Szerintem ebből kialakulhat simán egy Stardew Valley-szerű játék. És hát valójában kb. Olyan, mint a Stardew Valley-t kevernéd a Shopkeeperrel. Tehát így nem feltétlen rossz a dolog. Egyetlen egy eddig, amit észrevettem, nem hátrány, hanem érdekesség, hogy itt neked kell állni a pult mögött. Tehát, hogyha te nem állsz a pult mögött, akkor nem történik meg az értékesítés, ami nem feltétlen annyira király dolog. Viszont csináltam egy speedpotion-t, ezt is felejtettem, úgyhogy most kirakom 100 ér, és megnézzük, most minden virág elvileg megvan, az még nincs meglocsolva, ezt meglocsoljuk. Meg azt sincs meglocsolva, azt is meglocsoljuk. Virágok általában ilyen két nap alatt nőnek meg, és akkor le lehet szépen szedni. És magát a térkép, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol lakunk, ez egy ilyen kis völgyike. Mennek fel a vásárlók, nem baj, most ezt csak megmutatom. Amit keresztül szel egy kis patak, és hát a patak túloldalán, vagy hát a völgynek bizonyos részein különböző biomok vannak. Például ez itt ez az erdős bajom, ahol szépen liliumot például, vagy
tulipánt például tudunk szedni. Egyébként, amikor leszedjük ezeket a növényeket, akkor van egy kis lehetőségünk, vagy egy kis esélyünk arra, hogy szedünk is fát is egyébként. Van egy kis lehetőségünk és esélyünk arra, hogy ne csak a növényt, hanem a növény magját is, vagy hát a sokszorításához szükséges alkotó elemet beszerezzük ebből a harvestelésből, és ezt szépen el tudjuk ültetni. Egyébként ilyen 10-15-20 aranyba kerülnek ezek a magok. Látjuk, hogy ilyen 1000 arany van egy kezdésnek, tehát így az elején biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat számít Isten igazából a maga az, hogy a természetből is hozzá tudunk jutni ez az értékekhez. És hát a növények is ugye értelemszerűen fontosak, amit a természetből össze-vissza szedünk, mert ezekből fogjuk csinálni egyébként, ez szén, ezt szenet szedtünk most ki, mert ezekből a növényekből fogjuk csinálni egyébként a potionöket, amit majd szépen eladjuk. Ugye alchemy, elfelejtettem, Alchemy Garden a játék címe, ugye nyilvánvaló, hogy a játék címében is benne van gyakorlatilag, itt az alkémia, tehát a különböző növények hatásainak kiaknázása, és a kert, mint garden ötvöződik ebben, tehát nagyjából nem kell nagy képzelőerről igazából, hogy elképzelje, vagy elgondolja az ember, hogy ez miről fog szólni. Mindenesetre ez egy nagyon kis békés, barátságos játék. Nem is tudom mennyibe kerül, mindjárt megnézem, csak hogy ilyen jellegű információm is legyen. Alchemy, hogyha megjelent már, Garden a Steamnél 8/10-es értékelés, és 10 euróba kerül, vagy 9 euróba kerül, Isten igazából most, jelen pillanatban, és nagyon pozitív az értékelése, tehát nem csak nekem tetszik Isten igazából, hanem másoknak is. Szépen megy le a napocska, úgyhogy visszapróbálunk tántorogni a mi kis házikunkba, és alul középen lehet látni az inventory, vagy a gyors menü alatt egyébként az energiabárunkat, amit hasonlóképpen a Stardew Valley, hogyha elfogy, akkor gyakorlatilag semmit az éget a világon nem tudunk csinálni. Viszont az emberek engem már itt várnak fönt, akik szépen megvásárolt termékeket szeretnék átvenni. És úgy látom, ez a Speed Potion, ez 100-ért el is kelt, úgyhogy 100 goldért, úgyhogy ezt legközelebb drágában kell adni. Lefekszünk aludni, és holnap reggel azzal kezdünk egyébként, hogy csinálni fogunk egy ilyen speed potiont. Lehet látni egyébként a jobb felső sarokba azt, hogy a 6. napon járunk. Speed potion, aha, ez a Daisy kellene nekem, Isten igazából, lehet, hogy lemegyek, leszaladok. Lehet, csak kirakok még azért ide dolgokat. Mondjuk 30-ért adjuk a tulipánt, mert nagyon sokan van. És ezt a tulipánt visszavesszük, és akkor a rózsát meg akkor eladjuk 50-ért. Kíváncsiak, hogy jön-e valaki megvásárolni ezeket a dolgokat. Most nem fogunk az árnyas, kis árnyékos úton leszaladni, hanem mindenen keresztül ugrottunk le. Ja, igen, le kell raknom a dobozt is, de egyelőre... melyik is volt az a... Daisy-t. Daisy növényt kell nekem itt csinálnom, vagy hát termesztenem, mert a Speed Potionhoz az kell, és meg kell nézni utána a másikhoz, vagy a másik növény is micsoda. És hogyha olyan, amiből kevés van, akkor természetesen abból is kell termesztenem dolgokat. Na jó van. Először is lerakom a dobozt. Azt ide bentre fogom lerakni, szerintem. Úgy, ügyesen. És belerakjuk a követ, amit nem tudom még mire jó, meg belerakjuk a fibert, amit nem tudom még mire jó, meg vagy a herb, tehát a növény port is belerakom, és a szénport is belerakom, meg a szént is belerakom. És akkor így már egy kicsit több helyen van. A kicsit több helyet arra fogjuk felhasználni, kinyitjuk az üzletet először is.
arra fogjuk használni kicsit több helyet egyébként, hogy vegyünk egy kapát, mert a kapával kell nekünk előkészítenünk azt, hogy el tudjuk ásni, vagy el tudjuk ültetni ezeket a növényeket. Nagyon nem tetszik a játékban az, hogy ezek, hogy ami szerszám tönkre megy, és elmegy az élete, annak leszeltek. Vége, recs, kop. Valami túl drága volt emberünknek, már nem lehet megnézni, mi volt az. Az azt jelenti, hogy olyat akart, ami itt van, de túl drága volt. Ezt megpróbáljuk akkor 50 ér értékesíteni. A rózsa biztos nem drága 50 ér, a tulipán lehet, hogy 30 ér az. Jó, lett akkor egy kapánk, ugye? A kapát, az szépen, ugye ezeket a fehér virágokat, azt ide fogom most elültetni. Na, valaki ott áll a boltnál. Ugye szépen visszamegyek. Mert valamit vett. Nagyon jó, megvette a rózsát 50 ér. Rakom is ki a következőt. Úgy. Az viszont, aki most jött, az valamit nem vett meg. Tehát lehet azt mondani, hogy a rózsa 50 ér jó, de a másik kettőből valamelyik biztos, hogy drága, úgyhogy azon változtatnunk kell mindenféleképpen. Itt megcsinálom a helyeket. És hol a mag? Itt a Daisy Seed mag. Szépen elültetjük ezeket a kis virágokat. Ez valami kamilla lehet egyébként. Nem tudom angolul mi a kamilla, úgyhogy simán lehet, hogy ez a Daisy lesz a megoldás. Ott vár valaki, igen, sikerült megvásárolni egy ilyen itemet. 50 ér, csodálatos. Vissza, nem szabad elfelejteni, visszarakni ezeket a dolgokat, ugye? Mert ha nem rakjuk vissza, akkor nem találja ott a vásárló, és elmegy. Látjátok, ennyit lehet ezzel a nyomorult kapával Isten igazából kapálni, és vége. Ennyi. Ezeket az üres helyeket is ezzel bevettem, bár Scud ilyenkor már forogna, meg forgatná a szemét Isten igazából, hogy milyen kis összevisszaságban dolgozom. Mit akar ez? Rózsát. Még egy rózsát. Jó, legyen két rózsa. És egy harmadik is. De Scud most nincs itt, úgyhogy az én kis összevisszaságom simán mehet. Na itt már ki is fejlődött egyébként két növény, ezeket föl is szedem. Nagyon jó. És ugye nem szabad elfelejteni, már megint jött egy vásárló. Ezek a fránya vásárlók, ezek ilyenek, ezek folyton jönnek. Ja, elfelejtettem visszarakni. Mi volt ez? Rózsa, hát potionöket még annyira nem árulok, úgyhogy te, kis barátom, itt várhatsz, mint az állat. Meg kell locsolnom a kis növényeimet, Isten igazából. Addig kell, hogy még ez a középső ikon el nem zöldül, akkor lesz rendesen meglocsolva. És hát azért ez eléggé viszi az energiát, a locsolás is, meg minden. És az a rossz szokás is borzasztóan viszi egyébként az energiát, hogy mindig nyomja az ember a shiftet, amikor megy és mozog. Mert a futás is nagyon apassza az energiánkat, úgyhogy nem érdemes használni ezt a tulajdonságunkat. Na, ezeket szépen itt meglocsoljuk, nagyon ügyesen. Ez mind rózsa, illetve nem. Ez mind valamilyen növény. Ami nem rózsa egyébként. Szépen minden egyes ágyást meglocsolunk. Nem szabad kifelejteni egyet sem, hiszen az akkor nem fog nőni aznap. Hát igen, tehát jól érzitek, ez az a játék, ahol az ember csak így elengedi magát egy jó nehéz nap után. Bután néz maga elé, közben valami idegesítő műsort is talán néz a tévébe, de az egészen biztos, hogy ezzel aztán tényleg tök jól el lehet magad engedni, mindenféle probléma, meg mindenféle megoldás elől elmelekülni, és itt csak locsolgatni ezeket a gyönyörű szép virágokat, és várni, hogy valami kikeljen. De a játék, ugye a legnagyobb része azért nem ez, vagy a legérdekesebb része azért nem ez, hanem a kraftolása, a különböző
hogy is fogalmazzak, különböző anyagok, vagy különböző potionök kraftolása. Nem titkolt szándék a játéknak, hogy ez erre menjen rá. És különböző növényekből, szénből, meg virágporból lehet különböző potionöket kraftolni. Azt még nem tudom, megmondom őszintén, hogy azt nem tudom, hogy magunk ezt használhatjuk-e vagy nem, de erre is nem sokára rá fogunk jönni szerintem egészen biztosan. Mindjárt ezeket a virágokat egy perc is már megrocsolom, és már szaladok is. Hoppá, itt van, ott az ki volt maradva, ki lett maradva. Ilyen szép magyarosan kifejezve. Úgy, most elvileg megrocsoltam az egész teljes kertemet. Eladjuk Pistának ezt a virágot. Jó, és akkor gondolkozhatunk, hogy mi legyen. Itt van az alkemi asztal, és akkor az alkemi asztalba pedig lehet itt különböző levitációs, tehát repülést elősegítő potion. A kataliszt az egy... Az egy katalizátor isten igazából ugye magyarul, és kb. Azt jelenti, hogy a katalizátor különböző kémiai reakciókat indít be. Tehát az első potion, amit le tudunk gyártani isten igazából, az valószínűleg egy alapanyag lesz egy fejlettebb italok előállításához. Viszont az alapitalás italokat, amit most tudunk előállítani, az a levitációs, tehát a repkedő, a speed potion, tehát a sebességnövelő, illetve a stamina potion, tehát a életnövelő üvegcse. És azt lehet látni, hogy az életnövelő üvegcsőt, és mindegyikhez igazából kell egy kataliszt. Úgy látom. Úgyhogy... Már nem is a fejlettebbekhez. Hú, ez a grapefruit tea, ez nagyon finom. Nem is a fejlettebbekhez, hanem már ehhez is. Ezekhez is kell ez a katalizátor. 500 arany gyűlt össze jelen pillanatban a tatyóba. 550. És be is zárjuk szerintem most egy pillanatra a boltot. Mert mennyi pénzünk van? 906 aranyunk van. Ugye nőnek itt ezek a bulik. És szerintem ebből a katalizból nekünk kellene isten igazából csinálni néhányat. Ez nem kell más egyébként, mint a herb powder. Ez egy ilyen szárított virágnak a össze darabolt, vagy összezúzott változata, illetve a coal powder, ami szintén összezúzott változata, mondjuk csak a szénnek. És ezt a kettő anyagot össze kell keverni egy kis vízzel, és kész is lesz ez a katalizátor anyag. Maga a kraftolás egyébként, tehát ahhoz képest, hogy ilyenkor mindig egyesével csinálja, ahhoz képest nem feltétlen túl, hogy is fogalmazzak, gyors buli. Itt a vízből szedünk egy kis, megtöltjük a üres edényeinket vízzel. És szépen, ugye kell fa is ehhez az akármihez, hogy szépen a... Hoppá, ez szép, ezeket legyártjuk, a katalizátorokat. Tehát fát is bele kell rakni, hogy az égő tűz beindítsa itt a reakciókat, ügyesen. Néhány darab ilyen alap üvegcsét legyártok. Az mindenféleképpen, és ennek el kell mennem majd, és fát kell vágnom. Fát kell vágnom, mert az most jelen pillanatban nincs, és úgy kell elmennem fát vágni egyébként, hogy útba kell ejtsem az értékesítő kollégát itt lent a városban, mert már most ebben a másodpercben le is tört a baltám. Szépen leszaladunk. Egyébként... Mindjárt mutatok még dolgokat, veszek
üres fiolát is. Jó, mondjuk 30-at. Veszek baltát. Úgy. Itt vannak a magok, különböző ilyen felszerelések, meg díszítő elemek a házunkba. Azt akartam mutatni, két dolgot akartam mutatni itt a városba. Itt van egy ilyen, hát nem is tudom mi ez, egy ilyen... Ez ilyen heti feladat, ahol a városiak adnak neked feladatokat, és ezeket szépen ide, itt meg lehet csinálni, föl lehet venni, és akkor le lehet adni Isten. Igazából egy csomó pénzt lehet érte kapni, mint látjátok. Vannak egyszerűbbek, gyorsabban megoldhatóak, és bonyolultabbak, drágában megoldhatóak. Ugye ezeket kell gyakorlatilag összeszedni. Kettő darab speed potion, az nem is, egyébként nem is olyan vészes például. Illetve lehet még házakat venni. Vannak a különböző biomok, meg akartam mutatni, elfelejtettem az előbb, talán még itt odaérünk, még mielőtt teljesen be nem sötétedik. Itt van például a Swamp, tehát a mocsárbiom, innen kezdődik. Itt, nem tudom, bemutattam már, ez a mocsárbiom egyébként. Itt vannak a mocsárbiomra jellemző növények, tehát olyan virágok, amik csak itt találhatók meg az egész világon. És itt is van egy ilyen kis házik, amit meg lehet venni. Ugye ennek az ára 8500 arany, ugye, és most jelen pillanatban azt kell tudni, hogy ilyen, ugye ilyen 900 arany környékén vagyunk. Remélem, hogy ha mondjuk ez elindul mondjuk az értékesítése ezeknek a potionöknek, akkor ez valószínűleg egyébként sokkal gyorsabban fog nőni Isten igazából. És reménykedek abban, hogy azért fejlesztve szerszámokat is lehet majd találni. Látjátok, mennyi növény van itt errefelé, mindenfelé, úgyhogy gyakorlatilag ezeket a gyógynövényeket, amiket így össze lehet szedni, azokból is már egy alap növekedést fel lehet tartani, szerintem így gazdaságilag, vagy nem tudom. Visszaszaladunk. Ja, kellett volna vágnom fát, azt elfelejtettem. Azt felejtettem, amiért mentem. Itt ugrunk egy nagyot. Jól emlékszem, akkor itt ezen a kis területen volt néhány fatuskó, mert egy sima fát nem lehet kivágni. Tehát ez elég idegesítő, tényleg, nem? Nem csak ezeket a tuskókat tudjuk felhasználni. Hogyha látunk még ilyet. Haha, ilyet nem is ettem. Lehet, hogy az éjjel is vannak növények, hogy csak éjjel jönnek elő? Mert itt még nem láttam, és most éjjel van. Nem gondoltam volna, majd meg kipróbáljuk. És nyitott szemmel járunk, Lilium az már volt. Mert nincs kedvem elhagyni semmilyen fontos növényt. Mondjuk most az elsődleges a fa mindenféleképpen. Ugye a rózsa az mondjuk mindig kell, azért mindig jönnek a lovagok. Aha, el is fogyott az energiám. Jó, inkább szerintem akkor szépen haza vánszorgok. És lefekszünk aludni. Holnap reggel pedig folytatjuk a potionok gyártását, és megpróbáljuk megcsinálni ezt a 2 darab speed potionos heti feladatot, mert vagy 400 goldot ad, és az nagyon sok. Tehát az tényleg sok. Igaz, nem tudom, mennyire lehet eladni maximum egy speed potion, de 400 gold, 400 arany az nagyon soknak tűnik nekem most így, ebben a formában. És utána megpróbáljuk majd, hogyha lesz elég pénzünk, akkor fejleszteni a kis shopunkat is. Na, lefekszünk aludni. Úgy. Másnap reggel tök kipihenten ébredünk föl, természetesen megtöltjük a... mennyi minden nőtt itt, te atya úristen. Learatjuk a babérokat. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Learatunk minden olyan növényt, amit... Aha, ezek még vizesek, jó. Nyitjuk az üzletet. És
itt is kibújtak ezek a pálmák. Ezek ilyen svempe, tehát mocsári növények isten igazából, de itt, ugye, hogy ne kelljen mindig elmenni, azért itt szépen nevelgettem őket. Ezek vizes. Jó, ezeket nem kell meglocsolni most jelen pillanatban, úgyhogy örülünk. Te mit kérsz, drága barátom? Rózsát kér, maradék egy rózsámat el is viszi. Kirakom ezt is, ezt is. Ezt nem rakom ki, ez olyan különleges növény. Hát, meg ezt kirakom egyelőre. És meglátjuk, mert... hát, Isten igazából azért... azért még ezeket, ezt az alap... ezt az alap... növényt mindenféleképpen gyártanom, vagyis itt az alap potion mindenféleképpen gyártanom kell még. Új, de szerintem elég. Két speed potion kéne legyártanom, és ahhoz kellene nekem ilyen daisy. Két lehetőségem van, illetve egyetlen lehetőségem van, hogyha tényleg ilyet szeretnék gyártani, hogy elmegyek, keresek a vaddomba. Mert ugye még itt azért ezek nem keltek ki. És itt Pistánk megint talált magának valamit. Igazából ez a Bird's Nest, tehát ez a madár fészek nevezetű virág, ez elég kelendő ma. Viszont új embert nem láttam, hogy jön, úgyhogy gyorsan leszaladok ide. És hogyha látok valahol a távolban ilyen fehér virágot, vagy a közelbe, például ezt, akkor leszedem. És... hogyha jól emlékszem, vagy jól gondolom, akkor kettőre van szükségem ahhoz, hogy meg tudjam csinálni a két speed potiont, és akkor ezt a heti feladatot le tudjam adni a városba. Ez nagyon jól hangzik egyébként, hogyha találnék még egy darab ilyen nyomorult, valaki oda ment vásárolni. Azért rózsát is szedünk. Elmegyünk erre. Kettő ember is talált magának valamit, ami kell neki az én kis pultomról. Sietünk vissza. A shiftet nem nyomom, ugye nem felejtettük el, hogyha nyomom, akkor fogy az energia, és az energia jelen pillanatban azt jelenti, hogy mennyi mindent tudunk csinálni egy... oh, nem. Ez nem csak éjszakai növény, úgyhogy... megtaláltam, a rózsa is kell nekem. De az igazán, ami kéne, az a fehér virág. Még egy darab, egy szerencsétlen olyan virág. Országomat egy ilyen virágért. Aha, itt állnak sorba a pistáink. Úgy. Ezt is visszarakjuk. Meg ezt is visszarakjuk. És... nézzük csak. Ja nem, kettő darab daisy-n van. Akkor lehet, hogy pont meg tudom csinálni ezt a két speed potion-t. Nagyon jó. Egy. És fát kell berakni alá. Úgy. És ez lesz a kettő. Gyönyörűséges, lesz egy csomó pénzem. Most 726 van, 1000 fölé fog növekedni a pénzem. Te mit akarsz? Gyere kis csórikám! Burn Nest, tied lehet, nagyon jó. Sőt, nem is 1200 fölé, hanem még annál is följebb, hiszen most 300-at kaptunk. És így lett, ugye jobb oldalt lehet látni, 1026 aranyom. Leugrunk, időnk a táblához, és elfogadjuk azt a kihívást, hogy a Speed Potion-t megoldjuk, és talán itt le is lehet adni egyébként, szerintem itt. Nagyon jó. És ezt is le lehet adni. Volt, már föl volt véve egy másik feladat, ami
megfelelő mennyiségű növényt kellett magamnál tartanom, hogyha sikerüljön, és sikerült is. Így gyakorlatilag 2275 aranyam lett így hirtelen. Ez megmondom őszintén, hogy nem feltétlen rossz. Ez mindent megvásárol. Nagyon arany. Nagyon aranyos. Nagyon aranyos. Újra lecsekkolom, hogy a víz nem szivárgott el a kis növényeimből, de nem. És akkor stamina potion-t tudunk gyártani, azt tudunk gyártani, úgyhogy olyat fogunk csinálni. Mit tudom én, egy kettőt megpróbálunk, és ahogy ez kész van, aha, kis barátunknak pedig ilyen növényre van szüksége. Föltöltöm itt a áru készletet, nehogy szó éri a ház elejét, hogy egyszerűen nem tudnak jönni az emberek. Látjátok, tehát igazából ez egy tök egyszerű kis játék, de úgy bele tud az ember bonyolódni ebbe, hogy valami félelmetes. Tehát, hogy így telnek múlnak a napok, mindig az ember mindig azt tervezi, hogy mi lesz holnap, és hogy mennyire. Úgy. Na, most már tényleg a tulipán 10-ért fogom értékesíteni. Hát, ha úgy megveszi valaki. Most például ugye azon gondolkozom, hogy az értékesítési lehetőséget bővíteni kellene. Az azt jelenti, hogy kellene vásárolnom még egy asztalt, ahol tudom eladni a dolgokat szerintem. Egy shop table-t. 750-be kerül, és van egy workbench is. Huha, nincs annyi helyem, úgyhogy visszaszaladok, mind a kettőt meg fogom venni. A workbench-et is meg fogom venni, megnézzük milyen felszerelést tudok ott gyártani, vagy mire való egyáltalán, és meg fogom venni a második asztalt is, és akkor az tök jó lesz, mert akkor sokkal többféle terméket tudok lerakni, de addig is a magokat mondjuk itt, a magokat nem kell magammal hordanom, meg az üres üvegeket sem kellene igazából magammal hordanom, sőt ezeket sem kell is igazából magammal hordanom. Hoppá. Jól van kis barátom, odaadtam neked ezt az anyagot. Hú, ez melyik volt? Ez. Nagyon jó lenne, hogyha olyan csákányom lenne, ami nem törik el mondjuk 10 ütéstől. Ezért megveszem a workbench-et, meg egy shopping table-t, és meglátjuk mi a helyzet. Mondjuk a több shopping table az azt is fogja jelenteni valószínűleg, hogy ide-oda kell majd szaladgálnom és töltögetnem őket. Nem tudom, hogy az több vásárlót fog-e vonzani, vagy nem. Szóval lehet lerakni? Csak a boltomba. Hát ez a boltom, nem? Vagy ezt csak úgy lehet lerakni, hogyha veszek egy boltot? Tehát valamelyik boltot akkor meg kell vennem, és nem ilyen asztalról árulósnak kellene Isten igazából lennem. És akkor értelmét nyerne az, hogy oda mennek az emberek a boltba, fölveszik és oda viszik a kasszához? Jó, majd megnézzük, de akkor is a workbench-et megnézzük, hogy az mit tud. Azt ide le tudom rakni. És tudunk gyártani, igen, tudunk gyártani mindenféle dolgot. Ilyet is. Kő kapát. De nem kell máshoz, mint kő. Fiber. Ugye? Jól emlékszem. Kő, fiber és wood. Na, vigyed. Úgy látom, most végre valaki megvásárolja ezt a nyomorult istenátka tulipánt. 15. 15.
Most csak tulipánt fogok kirakni, el kell adnom a tulipánokat. Egyiket 10-re, remélem, hogy így elviszik. És akkor Stone Hoe. Nagyon jó. És akkor gyakorlatilag, Isten igazából, mondjuk a rózsa ültetésben szerintem például nagy pénz van. Ide szépen ez 4, 5, 6, 7, 8. Így 8 a sávval gyakorlatilag egy ilyen kis rózsa ültetvényt ide csinálhatok. Mondjuk locsolni ma már nem fogom tudni valószínűleg. Nem lesz rá energiám. És ez a kő akármi is tönkrement hamar. Aha, 15-ért is elviszik, nagyon jó. 15-ért is elviszik a tulipánt. 15-ért rakjuk be. Igen, leszaladunk, de miért nem tudom ezt ide lerakni? Tök csalódott vagyok, hogy ezt a táblát, ezt az értékesítési táblát nem tudom ide lerakni. Valószínűleg tényleg meg kell venni akkor egy valamelyik boltot. Vagy a Swampbe, azt a 8000-eset. Vagy itt a városban a 15000-eset, de nyilván a 8000-eset fogom megvenni. Tehát nyilván az lesz itt az elsődleges célpontunk, amit meg kell vásárolnunk. És akkor a sok pénzhez pedig mindenféleképpen a... rózsamagot fogom megvásárolni. A tulipánt ugye 15-ért adjuk, és 10 arany egy mag. De a rózsát azt 50-ért el tudjuk adni. És annak is 10 arany magja, tehát mindenféleképpen sokkal jobban megéri a rózsát értékesíteni szerintem. De meglátjuk, és szerintem valószínűleg mindenféleképpen sokkal jobban meg fogja érni majd a potionokat értékesíteni, és hogyha azok beindulnak, akkor mindenféleképpen lesz már lehetőségünk arra, hogy megvegyük a házikunkat. Itt van a rózsa, ezt nem tudom, hogy energia kell-e, hogy elültessük, nem? Ültetéshez nem kell energia, azt még megcsinálom ma este. A locsoláshoz viszont kell energia, úgyhogy ezt nem fogom tudni ma este semmiféleképpen megcsinálni. Jó, és nézzük csak, mihez kell a rózsa egyébként. Hát ez semmilyen potionhez nem kell. Igazából déli, meg Swamp hibiscus kéne, amiből van elvileg 6 darab, tehát elvileg 6 darab speed potion-t fogok tudni csinálni, hogyha kinőnek végre azok a nyomorult virágok. Megpróbálok eladni az egyiket 20-ért, és akkor a többit pedig 15-ért. És elmegyünk szépen aludni, és jön a következő hét. Föl is keltünk, nagyon jó. Kinyitjuk a boltot, az az első dolgunk, és megnézzük, hogy mi a helyzet. A locsoló kannánk az föl van töltve, de gyakorlatilag szerintem a teljes kertünk tök ki van száradva. És meg is jött az első vásárlónk, aki megveszi 15-ért természetesen a 20-ért vette meg! Nem érted? Hát akkor 20-ért fogjuk eladni mindet. Úgy. Ezek tulipánok, ezek... Egyszer csináltam, ültettem vagy 50 tulipánt, és azért van ilyen sok a táskámba. Mostanában rászoktam arra, hogy van itt egy ilyen pauz gomba az OBS-en, és akkor szépen, hogyha ilyen időhúzó projektek vannak így a videó közben, hogy meg szoktam állítani, úgyhogy most is az fog következni, hogy egy picit megállítom magát a videót, és akkor néhány perc, amikor meglocsoltam, meg úgy érdekesebb dolgok fognak jönni, akkor visszatérek, úgyhogy maradjatok itt.
Na itt vagyunk, megérkeztem, tehát meglocsoltam igazából az egész virágokat, annyit telt el, lehet látni az energiámból mennyi fogyott. El most becsukjuk a boltot, és arra gondoltam, hogy megnézzük, hogy kicsit új dolgokba fogunk belefogni, méghozzá a Stamina Potion-be. Itt néhányszor kerestek ilyen italt, és úgyhogy csinálok, hogy 3 darabot szerintem. És megnézzük, hogy mennyire tudjuk ezeket értékesíteni a hatalmas, hűséges, elképesztően durva sárkányokkal harcoló kalandozóknak. Na nézzük, itt van 4 darab Stamina Potion, nem tudom. Induljon mondjuk. Ugye, az igazság, hogy 2 növény kell hozzá, meg kell egy kataliszt hozzá, amihez szintén 2 növény kell. Tehát Isten igazából valahogy itt ebben meg kellene oldani. Tehát ennek az a reális eladási ára, főleg hogyha úgy is nézett, hogy kellett venni hozzá üvegcsét a kataliszthoz, 2 darab növényt be kellett darálni, vagy hát illetve 1 darab növényt be kellett darálni, ugye annak az ára mondjuk 10 arany a magé, tehát az nagyjából mit tegyen, akkor legyen 11 arany csak a kataliszt előállítása, és akkor ahhoz jön még a növények, hogyha átlagban mint én 30-40, mondjuk 40-nel számoljuk, akkor az azt jelenti, hogy egy ilyen fejlettebb itók előállítása körülbelül 80-ba kerül. 80 aranyba. Na most, hogyha én kirakom ezeket 100-ért, szerintem olyan ideges leszek ezek az emberek, mint az állat. Megnézzük, 100, kirakom 110-ér is, tulipán kell neki, most elfogyott már a tulipánom, édes, drága búza kenyér, az már nekem, az már olyan már nincsen, nem lehet innen, na, mi a tök van. Vagy lehet én eltakarítani ezt, amit egyszer ide raktam. Nem tudom visszarakni az inventoriba, minden esetre... Aha! Egy 100-asért megvásároltak az egészen biztos. Egy kataliszt kell nekik. Jó, akkor legyen az, mit tudom én... 65. 65 az már túl drága. Rohadjál meg, akkor kiadom 60-ért, hogy... Miért nem lehet azt a táskát, vagy azt a akármit onnan eltakarítani? Miért nem lehet... Nem lehet visszavinni a táskába, vagy mi a tök van? Hát az ott marad örökre. Jó, nem érdekel. Rendben. És a Speed Potionhöz ugye kell nekünk még Swamp Hibiscus, amiből 6 darabunk van, és megvárjuk ezt a varázslónak kinéző kollégát még, hogy mi kell neki, Stamina Potion kell neki, meg is vette igazából 100-ért, nagyon jó. 105-ért odarakjuk, meg 110-ért van még kint, meglátjuk melyiket fogja elvinni, vagy mit fognak elvinni. Minden esetre Swamp Hibiscus mag. Csak szerintem egy 10 darabot legyártok mindenképpen. És kellene nekem fa még. A rózsa az 50 aranyat ér. Főleg, hogy 2-t találkozom meg 100 arany. Tulipán nem kell, mert az filléres cucc. Na hát kb. Így megy ez a játék, nagyjából láttátok, hogy miről van szó, és így lehet szépen fejleszteni, szerintem még fog belőle csinálni egy részt, meglátjuk meddig jutunk belőle, viszont egyelőre szerintem itt megállunk, és hát találkozunk legközelebb, minden esetre, hogyha érdekesnek tartottátok a játékot, vagy tetszett a videó a játékon felül, akkor kérlek szépen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és ne felejtsétek el a Facebook oldalt is bekövetni, mert a YouTube sokszor nem jelez semmiféle ilyen interakciót, meg videót, meg akármit, és a Facebookon ezt azért lehet követni ezeket a dolgokat.
Remélem, hogy fogunk találkozni legközelebb is. Na, jó éjszakát! Sziasztok!